A legutóbbi update-ben Lili egy hatalmas nagy buffot kapott, és mindenhol azt látom, hogy jelenleg ő a legjobb karakter a játékban, szóval ezt fogjuk kipróbálni. Hogyha esetleg még nem tettétek volna meg, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornára, nagyon szépen köszönöm mindenkinek. No de, itt is vagyunk Lilikével, kicsi Lilike, elvileg az ulti az kevesebbet sebez, mint eddig sebzett, viszont kétszer tudsz vele ütni. Mindjárt meg is mutatom, hogy mit értek ez alatt. Tehát amint látjátok, hopp, kettőt lehet például ütni, szóval egy másodperc alatt 4800 damage-et is ki tudsz vele osztani, ami nagyon beteg. Szerintem az ultia pedig... Elmisszeltem. Az ultia pedig csak egy ezres sebez. De hát lényegében, hogyha ultival rámész valakire, most megmutatom azon a nagy roboton, ha ultival rámész valakire, 5400-800 damage-et osztasz ki. Tehát ott áll egy csávó, így, pák, az kész. Meg 7000 damage-et osztottam ki, vad? Rámész, pák. Ja, az 7000 damage akárhogy is nézem, és elment a hang a játékba. Lol. Szóval 7000 damage-et azt így ki lehet vele osztani. Szóval nézzük is meg szóló showdownba. Eléggé nagy kupán vagyok vele, igazából nem szoktam ilyen nagy kupán játszani a brawlerekkel egyáltalán, szóval kicsit félbe fogok neki menni ezeknek a szóló showdown mérkőzéseknek, ugyanis biztos, hogy tele lesz teamerekkel, nincs hang. Továbbra sem. Há, most már van? Oké, semmi pánik. De nézzük meg Lilit. Szóló showdownba 625 kupán, ha jól tudom, annyin vagyok. Nem hiszem, hogy problémám lesz egyébként. Ó, mondjuk az a Frank-kel lehet lesznek problémák, azt el is engem. Megint elment a hang. Úristen. Pak. És nagyon gyorsan újra tölt a sima ütés. Nagyon gyorsan újra tölt, ez nagyon easy lesz így. Ott van egy bokorban egy ember itt, nem? Vagy rosszul láttam? Igen, rosszul láttam. Ilyen, most nagyon kínos így. Elhasználtam erre egy izét. Közben valaki nézi a meccsemet, srácok, hogyha a friendlistemen vagytok, vagy a klánba vagytok, ketten is nézik. Ha friendlistemen vagytok, vagy a klánba vagytok, légy szíves, ne nézzétek a meccseimet, mert zavaró. Lehetőleg nem biztos, hogy ti néztek, de 90%-ban ti szoktatok nézni. Közben ott volt jobb oldal a teggél. Őt meglepem. Őt most ott meg fogom lepni. Ne haragudj, de tőled elbúcsúzunk, viszontlátás. Nem tudom amúgy, volt gírem Lilire? Épp vakarózok. Júj! Épp vakarózni akartam. Jó, menekülünk. Menekülünk, mert nagy a baj. Azt elpusztítottuk. Ja, meghalunk. Két embert is megölök. Kettőt is. Nem hiszem el. Jó, hát igen, 600 kupáknál már ugye vannak tímerek, meg eléggé lassan akarnak meghalni az emberek, meg mindenki a bokorba kempel. Plusz nem vagyok az a nagy szóló showdown-os, szóval itt lehet, hogy most lesznek bajok. De az biztos, hogy látom már, hogy sokat sebez egyébként Lili. Meg erős is, szóval nem lesz itt gáz. Azért a boxer meg ott elmegyek, azért a kettőért. Na, ott van már megint egy szörd. Hopp, azt hiszem. Ha, azt hiszed, hogy a babis hús. Kisre jó. Viszont tímelni nem fogok. Ezt most megígérem nektek. Ebben a bokorban viszont biztos vagyok, hogy van valaki. Azt a Chestert meg ott... Aha, meghal. Mindjárt meghal a Chester. Itt tuti van mellettem valaki. Ide mindig spónol valaki. Most kiderítjük. És nem volt itt senki. Most jó lenne, hogyha nem hatodikak lennénk, hanem mondjuk valahogy sikerülne egy gémet nyerni. Most itt fogok kempelni, hát most... Aha, mégse. Oké, semmi pánik. Nagy volt az arcod, Bibike. Nagy volt az arc. Én kicsit megyek innen arrébb. És megvan mind a három gadgetünk, ami nagyon jó hír. Oké, top 4-ben megvagyunk. Van mellettünk egy teamer, ha jól látom, azok ott teamelnek. Aha, mégse. Hát ott azt kapta. Pak. Jó, ez a Lili, ez nagyon erős. Ez még mindig nagyon erős. Azok meg ott tímálni fognak, most mégiscsak. Aha, az baj. Nem? Na megvárom, hogy megöljék egymást. Most mit szarozzák, nem fogok én oda talakodni. De nagyon tímálni akar a Frank, átlagos Frank játékos. Nézd meg, és tímálnak. Szánalmas. Hogy kéne ezt megjátszani? Meg tudom ölni mind a kettőt? Hát, az az egyiknek ultia van, a másik meg legbrókenebb karakter konkrétan a játékban. Ajj, de most megpróbálom kiszabadulni, és megadom a Franket valahogy. Ááááá, 128-al életet túl, de hát most... Kettővégyben nagyon nehéz játszani. Tehát azt tegyük hozzá. Egy jó semmit kaptunk azért, ez az. Nem baj, pluszba vagyunk. Nem volt ez egy rossz game. Oké, itt van velünk egy Lilia gamebe. Hát nála jobbak leszünk, ezt itt garantálni tudom. Megint elment a hang, de ilyenkor vajon csak nekem megy el, vagy nektek is? Nem értem, mi történik, hogyha csak nekem megy el, akkor valami nagy baj van. Oké, azt a bult azt szerintem meg tudnám ölni, de nem akar idejönni. Tehát, hogy megint most ennyit fogok én itt várni, itt bokorba fogok ülni egész game-be, akkor megint össze fognak tímálni.
Tehát az a Stu meg az a Frank, az biztos elintézi, hogy összetímeljenek, de akár azt is csinálhatnám, hogy akár ezt a tarát is megölhetném. Kitöljek meg ezt a tarát, ezt meg kéne ölni, nem? Zavar, hogy itt van. Ja, zavar. Viszontlátás. Hű! Ez ott a bull is. Nagyon okosan kell megjátszani. Törzs az ultimat, bull. Hopp, hopp. Köszi. Ára, a Shelly-re nem megyek rá, van ulti. Az meg ott észrevette, hogy ott vagyok. Viszont szerintem ezt a bullt ezt képes vagyok megölni. Majd bejalúzom. Nem, mi? És persze, hogy most hullik el mindenki, persze, hogy most hullik el mindenki, eddig ült mindenki egy bukorba. Hogy nem halt meg? Olyan volt, mintha csak egyszer ütött volna a karakter, és mégis kettő lövést vont le, úgymond. Hát érdekes volt, nem tudom, mi történt, de we move on. És az, hogy itt ahhoz, hogy tudjál érvényesülni, itt... az baj. Igen, azt ott lehet, nem kéne egyben meghalni, de csak azért is rám jön. Tehát neki nagyon kell, nagyon kellek. Takarodj már innen. Jó van, vigyed akkor. Nem, ezt nem bírom. Nem akarok létezni, hagyj békén! Leave me alone, bro! Nem, nézd meg, rám van cuppanba a gyerek. Ott egy Edgar, ő két ütés lenne. Hát így már lehet, nem? Az igen. Szép vagy, Stu. Az Edgar viszont elrakom akkor én. Köszönöm, azt a háromat el is vinném, köszönöm. Arra pedig ott rámegyünk. Rá pedig itt rájövünk. Eltűn, no. Hapa! Az mondjuk nagy szerencsé volt, hogy pont betalált. Azt azért tegyük hozzá. Mit keres itt? Azt lehet meg tudtam volna ölni amúgy. Hogy értük túl? Help me! Nem. No. Nem játszunk ilyet. Üljél le, kicsi Cordelius, viszont látás. Most féltem, hogy itt lesz valaki, és itt van még egy Cordelius. Az a baj, hogy gyengék vagytok ellen, nem? Ezt nem értik meg. Nem értik meg, hogy Lili ellen gyengék. Vagy csak én vagyok ilyen nagyon kemény, az is lehet. Na gyere! Hopp. Jó, ne fenyeges, jújúj. Elmenekült. És túlélte, az meg megöl. GG. De olyan... Ez idegesít, hogy én adok meg szinte mindenkit a gameben, és nem én nyerem meg. Ha nem tudom, láttátok, ahogy itt van egy C betű. Ott az ikonom mellett. De ez mind csak nektek köszönhető, szóval igen, oficiál kreátor lettem, de nem pont ebben a videóban akartam róla beszélni, de úgyis észrevettétek már. Szóval köszi szépen mindenkinek, innen csak előre fogunk menni tovább. Hát a szuper kreátorok leszünk, de hát nyilván az még nagyon-nagyon messze van. Azért még csak két hónap játszok a játékot, úgymond ismét, szóval... Előre csak oficiális kreátor vagyok, és ott van egy kis C betű a nevem mellett, meg majd lehet lesznek skin giveaway-ek, meg ilyenek, de erről majd még beszélni fogok szerintem. Ott van egy Masters. Ujjjjjj. Az ott kínos lehet. Az nincs kedvem most harcolni, bocsi. Szia Rico. Szia Rico, papa. Easy. Majdnem meghaltunk. Amúgy legutóbbi Lilis videó óta, amúgy halnak az emberek, de tök jó, mert showdown közben tudok veletek beszélgetni. Szóval a legutóbbi Lilis videó óta nem játszottam Lilivel. Szóval most picit azért jó érzés újra a kicsi Lilikével játszadozni, közben halnak az emberek. Az a Leon. Hova bújsz, melyik bokorba? Jó, akkor itt kijövünk. Rád ultizok, puty, és viszontlátás. Gyere El Nino, amint rámugrasz, ultizok. Gyere, vagy gadgetezek. Gyere. Ugor rám, picike, gyere, itt vagyok, cicit, gyere, pazarold az ultit, ujjjjjjjjj, az baj. Hopp, meg tudnám ölni szerintem, ha rá ultiznék, nem? Azt, most nem látta senki, jó, nem látta senki. Majd arra Barley-ra rámegyek, hol van az a Barley? Hopp, ő volt a Masters, nem, ide bebújjunk, erre úgyse számít. Most nem tudja, hol vagyok, nem érti, teljesen vakon van, megöli őt a Surge. Szép. És akkor kijövünk innen, és meglepjük. Itt lesz a Surge előttünk. Tévedtem. Nincs esély. Nincs esély, mert gyorsabb is, ultia is van, több a power cubja is. De plusz 8 kupa megint. Easy peasy, még egy win kéne, egy rank 2 vagy rank 3, és meglennénk 650 kupán. Ami azért nem lenne olyan rossz, nem? Akkor nincs rá gírem. Hát így az utolsó meccsekre azért bevásárolok gírekkel is, jó? Semmi gáz.
Elég egyelőre egy damage, vagy vegyek még egyet? Jó, veszünk még egy sírgírt is. Hát én azt hittem van rá gírem, de nincs. Mi lett volna, ha még van is rá gírem? Nem is akarom tudni, milyen bomba lett volna. Na még egy game. Még egy game, hát ha valahogy fel tudunk menni 650-re, ha nem akkor... Nem. Ennyire egyszerű a képlet, de amúgy rohadt erős Lili showdownba, szóval... Szerintem az egyik legerősebb most. Eddig kit volt a legerősebb showdownba, most már szerintem Lili. Vagy így fej-fej mellett vannak, nem tudom, de biztos, hogy mind a kettő nagyon undorítóan erős. Az ott kicsoda, az egy Melody. Hú, Melody van, nem biztos, hogy kéne. És megöltük egymást, nem hiszem el. Sírni akarok. És ez a game az volt az a game, ahol mindenki így elhullott. Szóval simán meg lett volna rank 4, hogyha nem vagyok én agresszív szar. Minusz 7 kupa. Na srácok, ennyi lett volna az a videó. Összegzés kép, én azt tudom mondani Liliről, hogy rohadt erős. Nyilván most nem voltam bele a legjobb, nem vagyok azon a showdown játékos, meg nem is szoktam annyit lilizni, de aki tud lilizni és tud szóló showdownozni, az biztos, hogy nagyon könnyen fel tud menni szerintem akár rank 30-ra is, meg hát nyilván rankedben is biztos, hogy erős, gamegrabben is akár erős lehet, nagyon sok játékmódban is erős, most csak szóló showdownba próbáltuk ki, de ez az új buffal kimerem jelenteni, hogy az egyik legjobb brawler a játékban jelenleg. Hogyha pedig tetszett ez a videó, akkor jelzitek egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, a következő videóban találkozunk, addig is jók lehetek, szevasztok!